Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban azt fogom neked megmutatni, hogy hol találhatsz magadnak angol anyanyelvi beszélgető partnereket teljesen ingyen. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá az ezzel kapcsolatos tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, vagyis hol találhatsz magadnak angol anyanyelvi beszélgető partnereket ingyen, akikkel azután akár a saját nappalidban is bármikor beszélgethetsz angolul. Nos, az angol nyelv és az angol beszéd elsajátításának a legeslegjobb módja a rendszeres és kitartó gyakorlás. Még jobb, hogyha ezt a gyakorlást nem magyar anyanyelvű diáktársakkal, hanem egy külföldi beszélgető partnerrel teszed. A múlt heti videóban megmutattam neked, hogy hogyan gyakorold az angol beszédet egyedül, beszélgető partnerek nélkül. Ha még nem láttad ezt a videót, akkor javaslom, hogy nézd meg ezt először, fönt a kártyán meg fogod találni ezt a videót. Ebben a videóban pedig egy lépéssel tovább megyünk, miután sokat gyakoroltál mondjuk egyedül, és van egyfajta rutinod, itt az ideje, hogy kilépj a világpiacra, és találj magadnak beszélgető partnereket. Nézzük meg, hogy hol tudod ezt megtenni. Természetesen az összes oldalnak a linkjét meg fogod találni, ha lejjebb görgetsz, ennek a videónak a leírásában. Úgyhogy kezdjük is el nézegetni az ilyen oldalakat. Az első, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ennek az a neve, hogy conversationexchange.com. Annak idején az idősebb nézőim talán emlékeznek rá, hogy még az internet kora előtt a tanulni vágyó embereknek volt egy úgynevezett penpalja, azaz egy külföldi levelező társa. Ez egy olyan barát vagy ismerős volt, akivel valószínűleg az adott illető soha nem találkozott, lehet, hogy soha nem is keresték egymás társaságát az életben, viszont ez az illető egy másik országban élt, viszont tulajdonképpen heti vagy havi szinten leveleztek egymással, és kijavították mondjuk a másiknak a hibáit. Tehát így fejlesztették a társuknak a nyelvtudását. Na most ez a Conversation Exchange nevű oldal ennek a hagyománynak egyfajta modern megfelelője. Tulajdonképpen szerintem ez a legelső és a legnagyobb ilyen nemzetközi nyelvtanulókat összepárosító oldal. Az oldalon természetesen regisztrálnod kell először, és utána elkezdhetsz levelező társakat keresni magadnak, akikkel e-mail útján és e-mailek segítségével kommunikálhatsz, ugye sokkal gyorsabban és egyszerűbben, mint hogyha postára adnánk leveleket, de a beszélgetés mellett, vagy azt kiegészítendő, egy voice chat nevű opció is létezik ezen az oldalon, tehát beszélhetsz is a levelező társaiddal. Még egyszer mondom, én azt javaslom, hogy kezd a keresgélést ezen az oldalon, és aztán menjél tovább az később említett oldalakra. A második ilyen oldal, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ennek az a neve, hogy busuu.com, tehát busuu.com. Ez az oldal kifejezetten a beszédre koncentrál, tehát nem lehet levelezgetni meg e-maileket írni. Van egy fizetős verziója, de van egy ingyenes próba verziója is. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy próbáld ki először a próba verziót, az ingyenes verziót, aztán hogyha szeretnél még jobban elmélyedni, vagy nagyon megtetszett neked ez az oldal, természetesen választhatsz egy fizetős opciót is. Itt is ugye természetesen regisztrálnod kell, és sokkal részletesebb a keresési folyamat, mint az előbb említett Conversation Exchange nevű oldalon, tehát sokkal részletesebben és irányítottabban választhatsz magadnak beszélgető társakat. Külön érdekessége még az oldalnak,
hogy összesen 12 nyelven tanulhatsz rajta, tehát 12 nyelven kereshetsz magadnak beszélgető társakat. Tehát, hogyha már úgy érzed, hogy nagyon jól megy neked az angol, akkor ennek az oldalnak a segítségével elkezdhetsz egy másik, vagy akár több másik nyelven is beszélni és beszélgetni. Menjünk azonban tovább. A harmadik oldal, amit a figyelmedbe ajánlok, annak az a neve, hogy lingoglobe.com. Ez egy jóval kisebb és újabb oldal, mint a korábban bemutatott kettő. Ezen az oldalon én azt láttam és azt vettem észre, hogy inkább a közösségépítésen van a hangsúly, nem egy ilyen üzleti oldal, mint a Busuu. Miután regisztráltál, részletesen megadhatod, hogy mi a hobbid és mi az érdeklődési köröd. Tehát az oldal a nyelvtanulás és a beszélgetés mellett abban segít, hogy olyan külföldiekkel tudj kialakítani kapcsolatot, és olyan külföldiekkel tudj beszélgetni, akikkel később, mivel ugyanaz a hobbitok és az érdeklődésetek, akár egy mélyebb baráti kapcsolatot is kialakíthatsz a nyelvgyakorlás mellett. És végére hagytam a személyes kedvencemet. Ennek az oldalnak az a neve, hogy coffeestrap.com. Miért mondom azt, hogy ez az oldal a személyes kedvencem? Szerintem ez a legeslegkisebb az említett oldalak közül. Hivatalosan összesen kb. 3000 felhasználója van, viszont sokkal barátságosabb és sokkal pörgősebb oldal, mint a korábban bemutatottak. Miután regisztráltál és találtál egy beszélgető társat, azonnal elkezdheted a beszélgetést, de van egy nagyon fontos kitétel és szabály, ez a beszélgetés, amit elkezdesz, nem lehet hosszabb 7 percnél. És miután ez a 7 perces idő intervallum letelik, azonnal feldob neked az oldal egy új beszélgető társat, akivel folytathatod a gyakorlást. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy sokkal izgalmasabb, megunhatatlanabb és változatosabb oldal, mint az előbb említettek. Úgyhogy azt javaslom, hogy mind a 4 oldalon regisztrálj, ez teljesen ingyenes, és a regisztráció után választ, mindegyiket próbáld ki, és választ ki, hogy neked melyik fekszik a legjobban, melyik segíti a legjobban a tanulásodat, és hol találkozol a legszimpatikusabb külföldi beszélgető partnerekkel. Nos, a videó végén köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad az információkat. Kérlek, oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!